reggeli személy. Na ez a helyzet, amikor a bírónak nincs egy jó ügyvédje. Tényleg lehet a bírónak ügyvédje? Ez mondjuk egy fontos kérdés, amit fel fogok tenni többek között Farkas Erikának és Tóth Balázsnak, akik a Helsinki Bizottság munkatársai, és hogy azért vannak ketten, mert hogy nagyjából így tudják összerakni azt a hihetetlen mennyiségű tudást, amire szükségük lesz a mai nap folyamán. Amikor is arról fogunk beszélni, hogy tehát a lényeg az, hogy született egy ítélet, azt nem tudom, hogy van az Európai Unió Bíróságánál, ott nincs első, másod, fok, ott egy van, ugye? Így, igen. Azaz, hogy ez jogerős. Így, igen. És mit jelent a jogerőssége az Európai Uniós Bíróságnál? Tehát, hogy is mondjam, tehát azt láttuk mostanában a közelmúltból, hogy ezeket az ítéleteket azért úgy, hát vagy végrehajtják, vagy nem, ugye, attól függően, hogy milyen kedvük van. Igazából nem látom. Van ehhez rendelt szankció például? Itt nincs, mert ez szerintem nem értelmezhető. Itt ugye azt mondta ki a bíróság, hogy azokat a magyar szabályokat, illetve azt a gyakorlatot, ami az Európai Unió jogával ellentétes, azt a magyar bíróknak félre kell tenni, úgy kell tekinteniük, hogy az nincs, és kizárólag az Európai Unió bíróságának a döntésére tekintette kell eljárniuk, és csak azokat a szabályokat kell alkalmazni, amit az Unió bírósága mond, mert ugye az az alapvető, nem tudom, elv, hogy az Európai Unió szabályai azok elsőbséget élveznek a minden nemzeti joggal szemben, nyilván abban az esetben, hogyha a nemzeti jog az ellentétes az uniós joggal, itt most ezt mondták ki. Tehát a következő helyzet van, tehát csak úgy világosan a hallgatók számára is, hölgyem, önnek otthon a brutális férjével szemben, aki önt rendszeresen könyökkel veri torkon, ennek joga van, abszolút ugyanolyan jogai vannak, nyugodtan gyakorolja ezeket, én, mint jogvédő, mondom ezt a viszontlátásra, és bezárjuk a lakás ajtót, és abban a pillanatban ugye tovább verik a nőt. Tehát ugye, érted nagyjából a... Egy kicsit távol áll az analógia ettől az ügytől, tehát hogyha tudjuk, hogy miről döntöttek ebben az ügyben, meg hogy mire van az EU-nak kompetenciája, akkor látjuk, hogy ez a hasonlat az kicsit messze visz, és szerintem nem ül. Tehát nem az fog történni, hogy azt majd mi megmondjuk Magyarországon, hogy mit tehet egy bíró, és mit nem, és hogy ebbe az EU persze belebeszélhet, de hogy hát tőlünk kapja a fizetését az a bíró, úgyhogy akkor addig már legyen már olyan szíves, akkor ez igazodni? Tehát ez nem... Értem, oké. Tehát átért az analógia? Nem. Ha elsőre nem, most... Oké. De ne, hogyha nekem nem jött le, akkor lehet, hogy nem minden hallgatónak szintén. Így értelmes hallgatói vannak, és megszokták, hogy asszociálniuk kell, mint állat. Jó, megpróbálok felnőni akkor ez a környezethez. Persze, nyilvánvalóan egyéb nyomásgyakorló eszközöket lehet alkalmazni, tehát önmagában attól, hogy le van írva valamilyen szép mondat, attól még a valóság az persze automatikusan nem változik meg, és hogyha az a kérdés, hogy lehet egyébként a bírókra mondjuk nyomást gyakorolni azért, hogy mondjuk előzetes döntéshozatali kérdésekkel ne forduljanak továbbra se az Unió bíróságához, akkor nyilvánvalóan vannak erre megfelelő eszközök. És most jutottunk el, hogy mondjuk el, miről beszélünk, mert hogy erről nem nagyon volt szó, és akkor viszont, akkor Erikát megkérném arra, hogy akkor próbáljuk már össze röviden, hogy mi történt, és hogy, tehát, hogy nagyjából időrendben, hogy mi volt eddig. Igen, ezt az ügyet úgy tartjunk számon, hogy a Vasvári ügy, mert Vasvári Csaba bíró volt az a bíró, aki előterjesztette ezeket a kérdéseket az Európai Unió bíróságához. És ez egy elég komplex ügy, abból a szempontból kicsit egy ilyen állatorvosi ló, ami nagyon sok szempontból megmutatja, hogy milyen problémák vannak a bíróságok függetlenségével, és az ügy története kicsit korábbra megy vissza, mint a kérdéseknek a megfogalmazása, nevezetesen arra az időpontra, amikor Vasvári Csaba megpályázott egy bírói állást egy magasabb bíróságon, mint ahol ő egyébként bíróként szolgált, ő jelenleg a PKKB bírója. Aminek? A Pesti Központi Kerületi Bíróságnak a bírója, büntetőbírója, és meghirdettek egy állást 2017-ben a fővárosi ítélőtáblán, ami egy magasabb fokú bíróság, és ő megpályázta ezt az állás helyet 6 másik pályázóval együtt, és ez egy ilyen pályázati eljárásban objektív szempontok alapján szokták rangsorolni a bírókat, és őt első helyre rangsorolták ebben a pályázati eljárásban, és minden szempontból neki kellett volna megnyerni ezt a pályázatot, és elnyerni az állás helyet, de utolsó pillanatban Handó Tünde, aki az akkori OBH elnök volt, és ugye az OBH elnök az, aki a bírókkal szembeni igazgatási feladatokat és jogköröket gyakorolja.
eredménytelenné nyilvánította ezt a pályázatot. Egy ilyen nagyon sommás indokolással, hogy a bíróság belső szervezeti szempontjai miatt már nem indokolt ennek az álláshelynek a betöltése. Ugyanakkor néhány hónappal később ismét meghirdette ugyanezt az álláshelyet, és aztán később ugyanezt az álláshelyet betöltötte egy olyan személy, akit aztán kirendeléssel helyezett oda a bíróságra. Tehát ez az utóbbi, az álláshelynek az utóbbi megnyitása ismét azért az utólag igazolta azt, hogy ez az eredménytelenné nyilvánítás nem volt teljesen indokolt. Vagy de mondjuk ilyen... abban a szempontból egészen furcsa, a Fideszre nem jellemző elegancia, hogy tehát nem azt mondták azt, hogy hát ön első helyen végzett, de kit érdekel, gyere Béla hátra második sorból, tehát nem rögtön beültették az emberüket, hanem kiírtak egy új pályázatot, ez teljesen ilyen feleslegesnek tűnik igazából. De praktikusan egyébként nyilván ez történt. Tehát, hogy... persze, hogy ez történt, igen. Csak hogy ez, azért mondom, hogy ez a kis pávatánc, ez így nem szokott kicsit így. Lassabban, igen. Hát a bírósági szervezetrendszerben ezt a pávatáncot el kellett játszani. És ez igen. A történet sajnos nem állt meg itt, tehát ugye ezek az álláshelyek ilyen sorszám szerint vannak nyilván tartva, ez nem tudom, mondjuk a 63-as bírói álláshely volt, ami egy büntetőbírói álláshely, ezt kiírták, aztán eredménytelenné nyilvánították, és megint kiírták, és betöltötték. De menet közben ugyanezen a bíróságon megnyílt egy újabb álláshely, egy 80 nem tudom hanyas, amire ugyancsak beadta a Vasvári Csaba a jelentkezését, hiszen szeretett volna tovább lépni a bírói pályáján, hiszen már elég időt volt a PKK-ben, kellő tapasztalattal rendelkezett. Beadta ide is a pályázatát, itt is első helyre rangsorolták. Ugye a rangsor... Kik azok, akik rangsorolnak? Igen, ez egy nagyon fontos dolog, pont ezt akartam elmondani, hogy itt vannak objektív szempontok, pontszámok, eredmény, mennyi szolgálati idő, tehát egy nagyon-nagyon sok olyan szempont van, amit figyelembe vesznek, és van egy nagyon kevés szubjektív szempont, amit viszont a bírói tanács, tehát az adott bíróságnak, amelyik a pályázati eljárást megnyitotta, a bírói tanács rangsorolja be. És ezek alapján összeáll egy összpontszám, és így áll össze az, hogy ki az, aki az összpontszám alapján a rangsorban az első. Tehát ebben a folyamatban hondultunk, de semmilyen szinten nem vesz részt. Tehát a lényeg az szerintem elvi szinten, hogy ebben a rangsorolásban első körben kizárólag bírók vesznek részt, akik a saját pozíciójukat nem politikai döntés eredményeként nyerték tehát el. Tehát a bírói önigazgatásnak egy szakmai így van, igen, ilyen. Így van, igen. Ez nagyon fontos, hogy a bírói tanácsok tulajdonképpen a bíróságok függetlensége szempontjából az önkormányzatiságot jelenítik meg, tehát az, hogy ők saját belső döntéshozatali rendszer alapján döntenek dolgokra, és nem egy külső személy dönt helyettük. Tehát a függetlenség szempontjából a bírói tanácsok kulcsfontosságúak. Minden egyes bíróságon külön-külön, és egyébként az OBT, az Országos Bírói Tanács is maga is egy nagyon fontos, vagy kulcsfontosságú szerv. És akkor ezen a pályázati eljáráson is lényegében ugyanez történt. Itt ugyanezzel a sommás indokkal eredménytelenné nyilvánította Handor Tünde ezt a pályázatot, és ezt követően egy nappal később betöltötte az álláshelyet egy másik bíróval. Ez kevésbé elegáns már akkor, tehát azt mondjuk, hogy... áthelyezéssel, tehát itt is látszik, hogy neki nagyon széles mozgástere volt arra, hogy bizonyos álláshelyeket hogyan töltsön be. Tehát itt már nem is volt szükség lényegében pályázatra, hanem áthelyezéssel odarakott. És itt az történt, hogy neki megvoltak a saját jelöltjeire, vagy konkrétan Vasvárit utálta valamiért. Tehát ő volt a tipjeink vannak, nyilván nem tudunk rá határozottan mondani, tehát mondjuk véleményünk van erről a dologról, hogy hát figyelj, szerintem az van, hogyha egy nem bírói önigazgatási szereplő, mint a Handó Tünde, tehát ugye őt nem a bíróság választotta ki az OBH vezetésére, az két alkalommal egy első helyre rangsorolt bírót nem nevez ki, és helyette mást viszont kinevez, akkor abból szerintem következik, hogy a első helyre rangsorolt szemét valamiért nem szerette. Meg szerintem mi személyesen egyik szereplőt sem ismerjük. Igen, mondjuk tehát, hogy szerencsére én sem. Tehát ergo a motivációkról tényszerűen állítani semmit nem tudunk, szerintem mindenki levonhatja a következtetést. Igen, igazából az a bajom ezzel, hogy ezek nem is pályáztak, ugye az áthelyezett nyilván nem pályázat, hiszen áthelyeztek, az első pedig csak a másodikba indult, vagy az elsőbe is indult, csak rosszabb eredményt ért el, mint azt nem tudjuk pontosan. Nem, kirendelés, tehát ezek különféle eszközök, bírák
ujják mozgatására. Oh. Tehát itt egyik esetben sem ténylegesen a bíró mozgatástalan. A tiszta pályázati eljárás keretében dőltek el ezek a bírói státuszok, és azt gondolom, hogy Handl Tünde személyes motivációi ebben az ügyben kevésbé fontosak, mint önmagában az a tény, hogy ezt meg lehet tenni. Tehát onnantól kezdve, ha én egy munkaszervezetben dolgozom, bármi legyen is, akár csak egy sima munkaszervezet, teljesen hagyományos magánszféra beli, ha ezt tudom, hogy ennyire függök egyetlen személy jó akarata, vagy hát döntését, vagy sem jó akarata, vagy jó indulata, hanem az, hogy ő mit gondol az adott pillanatban, akkor ez egy nagyon nagy bizonytalanságot okoz. És nagyon ki vagyok szolgáltatva. Ez a cél. Tehát, igen, és ez a cél, tehát hogy igazából nem az számít, hogy ő mit gondolt, hanem hogy egyáltalán ezt megteheti a jogszabály alapján, és ez a legfőbb probléma, hogy a 2011-es bírósági reform kapcsán egy olyan rendszer került kialakításra az igazságszolgáltatási rendszeren belül, ahol nagyon-nagyon lehetőség van arra, hogy a bírókra nyomást gyakoroljanak különféle módszerek, és ez az egyik olyan módszer, az előmenetel, tehát az előmenetelnek a befolyásolása, vagy a befolyásolás lehetősége, amivel bírákat lényegében sakban lehet tartani, és arra lehet szorítani, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor kedvező döntést hozni. Fussunk csak végig, akkor az ügyen aztán utána a szélesebbre tárjuk. Tehát ugye a Vasári Csaba gondolom nyilván jogorvoslatot keresett itthon első körben. Igen, ez így van. Tehát nagyon fontos, hogy ő ezt követően megtámadta ezeket a döntéseket. Ugye ezeket az eredménytelenné nyilvánító döntéseket Handl Tünde, az UBH elnöke egy határozat formájában hozta meg, ami nagyon-nagyon sok sebből vérzett. Ahogy már korábban említettem, nagyon somásak voltak az indokolások, tehát nem volt egy részletes indok arra, nem volt kifejtve részletesen, hogy pontosan milyen munkaszervezési, nem tudom, körülmények léptek fel a pályázat meghirdetése és az eredménytelenné nyilvánítása közben. Egy nagyon somás mondattal volt elintézve az egész, és Vasvári Csaba jogorvoslatot keresett mindkét határozattal szemben. Ennek az ügynek, ugye ez 2017-es történések, és a magyar bíróságok malmai lassan őrölnek, de ennek az ügynek a hazai lezárása az idén májusban történt meg, a kúria előtt, ahol is a kúria végül azt mondta ki, ami szintén nagyon súlyos, hogy ezt a döntést egyáltalán nem lehetett volna megtámadni azért, mert az OBH elnöke nem perelhető. Ez nagyon súlyos dolog szintén, hiszen a pályázati eljárás szempontjából egy kulcsfontosságú döntést lényegében így megtámadhatatlanná nyilvánított a kúria. Hozzá kell tenni azt, hogy a kúria ebben az ügyben végső fokon járt el, tehát utolsó fokon járt el, de az azt megelőző, szintén jogerős döntés, amit a győri ítélőtábla hozott meg, az éppen ezzel ellentétes előjelű volt. Mert az a szokás, hogy első fok ez, másodfok az, és akkor a kúria fordít még egyet rajta, és akkor nevetünk. Az ezzel, igen, pontosan ellentétes előjelű volt, tehát mindenben Vasvári Csabának adott igazat, sőt, arra kötelezte volna az OBH elnökét, aki most már jelenleg Senyei György egyébként. Mi történt Handl Tündével? Alkotmánybíró. Ja, az mondjuk az is érdekes. De mindegy, igen. Igen. Tehát, hogy arra kötelezték volna, hogy ezt a pályázati eljárást újra nyissa meg. Tehát tulajdonképpen lettek volna egészen konkrét jobb következményei is ennek, hogyha hagyják azt abban a jogerőben meghagyják, amit a győri ítélőtábla. De nem hagyták, meg. És ekkor Vasvári Csaba mit lépett? Maga az ügy, amivel meg most beszélünk, az csak azért fontos, mert hogy ilyen előzmények, tehát ezekként mondta Arik, hogy 2017-es történet volt ez, és 2021, ezzel párhuzamosan volt egy ügy, amiben Vasvári Csaba bíróként előzetes döntéshozatali eljárás keretében az Európai Unió bírósághoz fordult. Ez egy olyan eszköz, amikor azt kérdezi meg a magyar bíróság, hogy én azt látom, hogy a magyar jog az ellentétes az Európai Uniós joggal, de legalábbis nem világos nekem, hogy az uniós jog fényében hogyan kell azt értelmeznem, és ezért megkérdezem azt a bíróságot, az Európai Unió bíróságát, ami egyedül hivatott arra, hogy az Európai Unió jogát értelmezze, hogy kell ezt értelmeznem, és amit ti mondtok, én annak megfelelően fogok eljárni. Ez egyszerű, világos, teljesen egyszerű kérdés volt, tolmács ügyben volt, jön valaki, én beszélek svédül, de hogy nem beszél svédül, mondta a svéd, és ebben a helyzetben ugye egy bíró, hát nagyon nehéz helyzetbe kerül hirtelen, hisz a svéd tolmácsa nem beszél svédül állítólag. Igen. Ennyi volt a kérdés, hogy
kijelölt svéd tolvas. Három kérdés volt. Ez volt az egyik kérdés, ami azt mondta, hogy hát a uniós jogrendszer szerint kellene lenni a nyilvántartásnak, katasztárnak arról, hogy milyen tolmácsok hogyan, és ezeket megfelelően minősíteni kéne. Ez nem volt a magyar rendszer, és kérdezte, hogy akkor tud-e ő egyáltalán magyar eljárásban tisztességes eljárást lefolytatni. De ha már úgyis dumálunk, igen, mondta. Akkor feltett még két kérdést. Igen. Az egyik kérdés az éppen ez volt ennek a történetnek az apropóján, hogy lehet-e függetlennek tekinteni a magyar bírókat akkor, hogyha egyébként ilyen eljárásban neveznek ki bírókat, illetve volt egy harmadik is, hogy arra tekintette, hogy az ügyészek és a bírók közötti fizetés akkor még egyébként óriási eltérés van, ez nem sérti-e a bíráknak a függetlenségét. Pillanat, ez hogy van? Tehát, hogy azt tudjuk, az ügyvéd ez egy külön állatfaj, az teljesen abszolút. Mármint fizetés szempontjában az egy más történet, de a bírók és az ügyészek elméletileg valamilyen módon fizetésileg ilyen össze vannak kötve? Vagy? Nincsenek összekötve, de és ebben nem, szerintem nem fel kell ebbe az irányba elmenni. Nem, csak érdekel. Nincsenek egyáltalán összekötve. Azt lehet mondani, hogy abban az esetben, hogyha valaki egyébként elvileg független státuszban durván alulfinanszírozott, akkor az a függetlenségét egyébként veszélyeztetheti. Például mondjuk ezzel szokták, csak mondok egy példát. De én? Hát nem is, igen, viszont nem hozok közhatalmi döntéseket, ezért lényegtelen, hogy független vagy nem. Tényleg? Igen, nekem. Na, ez még nem esett jól. Attól még autonóm személyiség lehetsz, hogy nem vagy független státuszodban. De tudok-e autonóm személyiség lenni, hogyha nagyon kell, alul vagyok fizetve? Én nem tudom. Egyre nehezebben, úgyhogy ezúton hívnám fel azoknak a figyelmét, és megvesztegetéssel szeretnének kísérletezni, hogy Margit körút 93 egy kapucsengő, igen. De hogy most nem halálkom olyan, tehát hogy igen, ez egy érthető kérdés. Szóval ezek de a lényeges kérdés, az hogy tette fel pontosan ezt, hogy lehet-e még függetlenség, bírói függetlenség beszélni abban az esetben, hogy ezt szövegszerűen nem tudom. Nem is az az érdekes, de ez volt a lényeg. Sérti a függetlenséget, igen, vagy valami ismét. Minden ilyen uniós bírósághoz intézett kérdésnek van egy ilyen sémája, és úgy szokott kezdődni, hogy összeegyeztethető-e, és akkor a mondat elejére teszik az összes olyan uniós jogszabályt, meg elvet, amihez képest próbáljuk hozzámérni, és akkor így hangzott ez a kérdés is, hogy összeegyeztethető-e az Európai Uniónak a kartájának a 47. cikkével, és a bíróság függetlenségével kapcsolatos, nem tudom, követelményekkel az, hogy Magyarországon ugyanabban a tárgyalóteremben a döntést meghozó bíró kevesebbet keres, igazából nem ez volt, nem így volt megfogalmazni, de most én direkt így sarkítom, kevesebbet keres, mint az ügyész, aki indítványozza, hogy milyen büntetést szabjon ki a bíró. Tehát egy nagyobb súlyt ad igazából, ha belegondolunk. Ugyanazok állapítják meg a fizetését az ügyészeknek, mint a bíróknak. Hát a törvényközponti kötés, persze, abszolút. Tehát persze. Ez egy tudatos különbség. Persze, nyilván, tudatosan nyilván, van persze. Egy finoman elvíve az ügyészek. Persze. Ez szerintem most melyikén nincs így. Tehát, hogy ugye azért tavaly, én nagyon rossz az időérzékem, de hogy a bíróságon is volt egy elég jelentős illetmény fejlesztés. És a harmadik kérdés, a lényeges kérdés, amiről tőlkül beszélgetünk, ami tényleg a bírói függetlenséget komolyan, mert ez is nyilvánvalóan valamilyen szinten, na de az az első kérdés, az igen, és erre azt mondta az európai... Még mindig nem itt vagyunk, mert nem sietek soha. Nem a tartalma a kérdéseknek a lényeg igazából, a lényeg a sztorinak az, hogy amikor amikor felfüggesztette az eljárást, mert ugye ez úgy néz ki, hogy felfüggesztem az eljárást, mert mindaddig ugye nem tudom elbírálni, hogy erre a kérdésen kapok választ, felfüggesztem az eljárást, ide fordulok, akkor egy rendkívüli jogorvoslati eszközt használva Polt Péter a legfőbb ügyész, megtámadta ezt a döntést, azt mondva, hogy ez törvénysértő, amit a kúria törvénysértő is minősített. Tehát a felfüggesztés mondta, vagy a kérdezés? Ez egy aktus. Ez egy. Igen. Ez lehet, értem, oké. Ez egy végzésben függeszti fel, igen. És fordul az Európai Bíróságához, és akkor tehát ennek a döntésnek a törvénysértő voltát kérte megállapítani a legfőbb ügyész, amit a kúria megállapított. Ezt követően erre a jogsértésre reagálva a fővárosi törvényszék akkori és mostani elnöke, ha jól emlékszem, ténylegesen indított is fegyelmi eljárást, tehát fegyelmi eljárást indított Vasvári Csabával szemben. Ezt két héttel később, ha jól emlékszem, megszüntették, visszavonták, mert erre egy elég nagy nemzetközi tiltakozás, meg hazai, meg nemzetközi tiltakozás is indult meg. És akkor az volt a mostani luxemburgi döntésnek a tárgya az, hogy egy bírónak az
Luxemburghoz, tehát az Európai Unió bíróságához való fordulását az törvénysértőnek nyilvánítja egy magyar bíróság egy legfőbb ügyész indítványára, és egyébként ezt követően még szankcióval is fenyegetik, mert hogy fegyelmit lengetnek be neki, az nem sérti a bírói függetlenséget tekintettel arra, hogy a bíró az saját maga dönti el, hogy az előtte levő fekvő ügyben az alkalmazandó szabályokat hogyan kell értelmezni, hogy szerinte van-e szükség Európai Unió bírósághoz való forduláshoz, mert hogyha ezzel fenyegetik a bírákat, akkor ennek az a következménye, hogy nem fognak nyilvánvalóan az Európai Unió bíróságához fordulni, és ezzel nem csak a magyar jognak, meg a bírói függetlenségnek tesznek keresztbe, ha szabad így fogalmazni, hanem az Európai Unió bíróságának a hatáskörét is vonják el, hiszen akkor azt mondják, hogy hát az Európai Unió bíróság ne szóljon bele abba, hogy egyébként hogyan kell értelmezni. De pont ezt látnám így lengyel-magyar esetekben. Ez így, igen, tehát hogy a lengyel az egy sokkal kiélezettebb történet, az egy sokkal durvább, sokkal kiélezettebb, de ez ugyanebbe az irányba megy, ezért szerintem nem is meglepő, hogy ebben az ügyben ez született, hiszen mondom, bizonyos szempontból abszolút analóg a két országnak a helyzete, és mondom, itt, tehát most, amiről a luxemburgi bíróság döntött, az az, hogy ezt nem lehet, tehát nem lehet törvénysértőnek nevezni egy kérdésfeltevést. Nem lehet a Polt Péternek ezt a jogorvoslati eszközt ilyen célból használni, ilyen okból nem lehet szankcionálni, vagy szankcióval fenyegetni sem a bírákat, és minden olyan szabályt, ami egyébként lehetővé teszi ezt, és gyakorlatot, azt figyelmen kívül kell hagyni itthon, nem lehet alkalmazni. Mivel én látom az órát, és tudom, hogy pontosan egy percünk van ebből a fél órából, ezért egy ilyen nagyon hosszú körmondattal gyakorlatilag most már nem hagynám, hogy megszólaljatok. Farkas Erika és Tóth Balázs a Helsinki Bizottság munkatársai. Szóval, hogy azzal fogjuk folytatni, hogy ugye azt láttuk egészen pontosan, hogy amikor a hatalomra került a második Orbán kormány, akkor azért úgy körülnéztek, hogy kit lehet gyorsan ledarálni, ugye viszonylag könnyebben lementek, mint az állami számvőszék, médiatanács, minden ezeket úgy mentek minél levesbe, és hát nyilván azt gondolták, hogy akkor hát azért ez a bíróság dolga, és így elkezdtek dolgozni ezen. Tehát sok úton indultak el, ugye, és tudták, hogy melyik lesz a célra vezető, az egyik út volt, ugye a Handó tűnt, a többiek, mind. De aztán volt egy pontja ennek a folyamatnak, amikor mintha megállt volna egy kicsit, úgy éreztem, hogy hát úgy gondolták, hogy most már megvettünk elég bírót, most már nagy baj nem lehet, tehát nem tudjuk az egész függetlenséget felszámolni, meg különben is feltűnne, tehát valószínűleg látnánk kívülről is. És akkor azt láttam, hogy a folyamat megállt egy bizonyos szinten, ahonnan nem ment tovább, és hogy az a szint, ahol megállt, hogy ott megvan-e még ez a függetlenség, vagy részben van meg ez a függetlenség, vagy néhány bírónál van meg ez a függetlenség, mert ez elég ijesztő, már csak annak ha az lebeg előttem, hogy tudom, hogy a bírók egy része független, de honnan tudjam, hogy egy olyan bíróhoz kerülök, aki független, vagy nem. Szóval, hogy megállt ez a folyamat tényleg, vagy a fű alatt megy tovább a nyírás, mert hogy azért nem sikerült igazából teljesen megtörni. Én ezen azonosítom be, hogy te mit gondolsz egyébként a folyamat megállítása időpontban, egyébként nem állt meg, abszolút nem állt. Csak nem tudom, hogy nincs. Hát amikor kinevezték a Handó Tündét, és elindultak ezek a nagyon-nagyon béna ilyen kísérletezések, ezek a ott kiosztott információk, meg ott voltak ezek a nagy látványos pofára esések, azt követően én úgy... Nem követted a híreket. Ezt akartam mondani, hogy azóta én nem olvastam ilyeneket. Pedig voltak ilyen hírek? Hát ugye azóta a kúriát gyakorlatilag elfoglalták, azért azt szerint, te tudod, bevezették azt, hogy lehet kinevezni olyan embert is kúriára, aki soha nem volt bíró, és akkor ugye aznak az elnöke most a Varga Zsé András, ez egy olyan ember, aki korábban soha nem volt bíró. Tiszta kéz. Igen, így, igen, még érint, igen. Elfogulatlan. Igen. Nem zavarta meg a sok-sok évi ítélkezés. A tapasztalat, igen. Még nem égett ki a bíráskodásba, úgy lett vezető. Vannak mások is egyébként, akik ugyanígy kerültek ide. De hogy kerültek oda? Tehát hogy kerülnek oda a kúriához az emberek? Akkor ezek szerint, hogyha nem... Ezt te fogod elmondani. Itt nem az a maga metódus, amiről beszéltünk, tehát hogy van egy pályázat, és van egy bírói tanácsnak. Sok jogszabálymódosítás, minél egyszerűbben próbáljuk elmondani, rengeteg jogszabály. Azt kerül oda, akire Orbán Viktor rámutat. Igen. Kész. És akkor ez egyszerű, nem? Nem ennyire egyszerű, de még egy lépést visszalépnék a van-e még független bíróság kérdésre. Hát illetve mennyire független? Hogy erről itt szoktunk beszélgetni a Helsinki Bizottságnál, hogy hogyan lehetne szemléletesen bemutatni azt, ahogy a magyar jogállamiság helyzete jelenleg áll, és azon belül egyébként a bíróságok függetlenségének a helyzete is.
és a sok csodálatos, okos és kreatív kollégám közül az egyik egy Jenga tornyot képzelt el ilyen jó szemléletnek, és azt gondolom, hogy ez tök jól mutatja, hogy mi a helyzet most a bíróságokon. Ugye a Jenga torony az a játék, ahol ilyen struktúrált módon fakockákat egymásra építve ilyen magas tornyot létrehoznak, és akkor elkezdik egyesével szépen lassan elvenni a kockákat, és ennek a toronynak a struktúrája szép lassan megbomlik. De azért még áll a torony, elég sokáig áll még a torony. Na nagyjából ugyanez a helyzet most a bíróságoknál is. Tehát én nem mondom azt, hogy nincs független bíráskodás, de nagyon, nagyon sok garanciális elemét elvették a függetlenség. És azt gondolom, hogy sokkal erősebben támaszkodik a bírák belső erkölcsi iránytűjére egy döntéshozatal során a függetlenség, mint a külső elemekre. Ami mindig ijesztő egyébként, mert ugye ezt már megszoktuk a Pidesztől, hogy van egy ilyen, hogy hoztunk egy törvényt, de nem fogjuk használni, nem azért hoztuk, hogy csak van itt ez a törvény, és így, de persze nem fogjuk rosszra használni, lehetne, de nem fogjuk, és ez mindig gáz. Igen, bocsánat. Igen, tehát ugye itt szóba került kicsit ilyen viccesen ez az autonóm személyiségkedés, hogy egyre nagyobb súlya van annak, hogy ki ül ott, tehát hogy mennyire van benne kurázsi, meg bátorság, meg tehát hogy mennyire tud megmaradni ebben a bírószerepben a sok-sok külső körülmény dacára, amivel őt egyébként meghurcolhatják, hiszen látjuk azt, hogy Vasvári Csaba ügyében is tulajdonképpen egy évben, nem is tudom, 30-40 előzetes döntéshozatali kérelem elmegy az Európai Unió bíróságához minden gond nélkül. De amint az ember egy olyan kérdést tesz föl, ami kicsit is érzékeny, vagy akár a velejébe vág annak a problémának, amiben ő bíróként, amivel ő nap mint nap szembesül, onnantól kezdve az ügyész rám hozdul lényegében, és ami a legszomorúbb ebben az egész történetben, hogy itt a kúria hozott egy olyan döntést, hogy törvénysértő módon járt el, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a saját bírótársai döntöttek arról, hogy ő törvénysértő. Szerencsére nem bírótársai, hisz nem voltak bírók, ez legalább igaztalja őt. De a kúria döntésére. Azt kérdezted az előbb, hogy vannak-e, tehát hogy megállt-e valahol ez a próbák, és azt mondtam, hogy nem, tekintettel arra, hogy különböző jogszabály módosítások eredményeképpen egyébként a legfelsőbb bírói szervnek a mondjuk így vezetését, legfontosabb szereplőjét és néhány egyéb bírókat úgy neveztek ki, hogy nekik egyébként korábban bírói tapasztalatuk nem volt. Konkrétan a legfontosabb bírói igazgatási szerv az Országos Bírói Tanács, 11-12-13, nem tudom, de hogy több mint 90%-os többséggel nem támogatta azt a szemét arra a pozícióra, aki most a kúriát vezeti. De erre mondtam azt, hogy szerencsé van, hogy nem a bírótársai, hanem a kúria ítélt el, ahol ugye még lehet, hogy nincsenek többségben a nem bírók, de lehet, hogy időben sikerül elérni. Messze azt, nincsenek hogy... többségben, tehát ezért de hát azért sikerülhet elérni azt időben, hogy senki nem bíró a kúriában, és ez egy elég szórakoztató, hát már Monty Pythoni jelenetet idéz. De hogy én erre mondtam, hogy megállt egyébként, hogy mivel ezek a szabályok most már vannak. Tehát innentől kezdve, hogyha enyém a legfelsőbb rész, akkor engem mit érdekel, hogy középen vannak-e független bírók? Hát legyenek függetlenek, majd a kúria megváltoztatja a döntésüket. Ez abszolút így van, tehát ugye, hogy azért a próbálkozások sor, és nem tudom, hogy lesz-e idő, hogy azt végigbeszéljük, hogy azért itt gyakorlatilag, ahogy Erika mondta, itt készülve erre a beszélgetésre nekem személyesen, hogy gyakorlatilag minden éven volt valami olyan nagyobb próbálkozás, amivel a bírói szervezetrendszer függetlenségét így általánosan próbálta, vagy mi próbálta. Nem adták fel, igen, ez szerintem 2011-től gyakorlatilag folyamatosan megy. Tehát, hogy ez abszolút nem arról van szó, hogy ennek a történetnek vége lenne, és hogy az egész mondjuk 10-11 éves erőfeszítésnek szerintem az lett a vége, hogy na, mindenkivel nem tudunk mondjuk így el vagy leszámolni, nem tudjuk ezt teljesen uralmunk alá van, ahogy mondtad, hogy nem tudom, egy mint az ÁSZ-t, vagy bármilyen más állam alá, vagy kormány alá rendelt szervet, akkor próbáljuk meg azt, hogy a legfelsőbbet valahogy irányítósnak alá vonják. Ennek egyébként két eszköze lehet. Egyrészt az, hogy a kúriai döntéseinek valamilyen
különleges kötelező erőt adunk. Ezt megcsinálták, bevezették Magyarországon az úgynevezett félprecedens rendszert. Igen, igen. Ezt talán már ismert, tehát ugye, hogy korábban az volt, hogy a Magyarországon nincs precedens jog, tehát hogy a bírói döntések azok egyébként nem kötelezik az alsóbb, a magasabb fokú bírói döntések az alsófokot, ebből kiemeltek egy részt, és a kúria bizonyos döntései kötelezőek lettek az alsó bíróság, és a kúriában a döntéshozó személyekre nem a bírói önigazgatás keretében megszületett döntések eredményeképpen bekerültek olyan bírók, akik korábban, mondom, bírói gyakorlattal nem rendelkeztek, vagy dolgoztak igazságügyminisztériumban. Egyébként, mint Bargasi András korábban egyébként alkotmánybíró volt, azt megelőzően pedig Pólt Péternek a helyettese volt talán. Az alkotmánybíróságot is, majd az is egy igen, izgalmas tehát, rész. Hogy, tehát, hogy, és akkor ez a folyamat itt van, nyilván ennek még egyébként ezer aspektusa van, amit akár jogszabályokból, akár volt bírókkal való beszélgetésekből tudunk, hogy egyébként milyen nyomásgyakorló eszközök vannak arra, hogy ez kvázi, mint egy újságnál az öncenzúra, hogy nem is kell, hogy egyébként pontosan tudod, hogy mi lesz mi lehet az a döntés, amin egyébként nem tetszene, és mit kell ahhoz tenni, hogy egyébként ne olyan döntést hozzál meg, és azt is tudod, hogy mi lesz a következmény ennek, hogyha olyan döntést hozol meg. Uh-huh. Nehezebb lesz az életed akkor is, hogyha egyébként nem távolítanak el. És akkor a kérdés az, hogy fel akarod-e vállalni azt a nehezebb élethelyzetet, hogy azt mondod, hogy hát ilyen országban élünk, és akkor megyünk az ára. És hát, és itt erről beszéltünk, tehát az egyéni a morális érzékre van bízva ez, hogy mennyire pucsítok be a hatalomnak, és ez lássuk be, hát ez nem gondoljuk, biztos nagyszerű emberek a bírák, azért lettek bírák, biztos kicsit nagyobb, több tartással rendelkeznek, mint például az újságírók, ahol ugye az van, hogy hát etetni kell a családot, hát bocsi. Tehát valószínűleg azért jobban bízom bennük, mint magunkban, mondjuk ez nem csoda, de hogy hát azért ők se tökéletesek, és hát ez már megint arra viszi az egészet, tehát egy baromi rossz irányba viszi az egészet. De hogy mert többször ezt az előzetes döntéshozatali kérelmet már többször emlegettük, de hogy mi ez? Miért jó ez, hogy nincsen, vagy van? Igen, ezzel kapcsolatban volt, elhangzott itt az, hogy a kúria fölött egy kontrollt szerzett valamilyen formában a Vargasi András személyén keresztül a kormányzat, az tulajdonképpen egy ilyen biztos pont számukra, hogy akkor végül is az végső döntést tudják kontrollálni, de nem teljesen igaz ez, sok szempontból sérülékeny tud még így is lenni a rendszer, és az egyik ilyen sérülékeny pontja, vagy a híleszíne az, hogy tulajdonképpen előzetes döntéshozatali kérelmet egy egyes bíró is elő tud terjeszteni. Mi ez konkrétan? Igen, az előzetes döntéshozatali kérelem az, amit már Balázs is elmondott, hogy amikor kétség merül fel a bíróban azzal kapcsolatban, hogy az előtte fekvő ügyben alkalmazandó jogszabály megfelel-e az uniós normáknak, vagy a követelményeknek, akkor ő dönthet úgy, hogy ezt az eljárást egy kicsit felfüggeszti, megfogalmazza azokat a kérdéseket, amiket eldöntésre vár, elküldi az Európai Unió bíróságának, és onnan majd kap egy olyan választ, aminek a mentén ő egyébként a magyar jogszabályokat akár félre is teheti. Hát ez nagyon, tehát ez nagyon, egy nagyon, óriási nagy támadási felület igazából, igen. Ha úgy nézzük, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy kontrollt szeretnénk gyakorolni minden egyes bíró fölött, akkor ez a lehetőség, ez egy olyan nagy szabadság, amivel tulajdonképpen a magyar jogszabályokat is meg lehet, a magyar jogszabályoknak a helytállóságát is, vagy jogszerűségét. Tehát ezt ki kell iktatni, ugye nyilván ezt a rendszerből ki kell venni. Ez egy cél, az biztos. Ez volt a próbálkozás, amit láttunk. Többféle próbálkozás van erre. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy annyira veszélyes pont, hogy ezt nagyon erősen szeretnék kontrollat tartani. És van egy ilyen kormányzati retorika ezzel kapcsolatban, Varga Judit egyik nem tudom, Facebook bejegyzésében olvastam, hogy itt többször felmerült az, hogy itt a magyar bírákat akadályozzák abban, hogy szabadon feltegyék a kérdéseiket, az előzetes döntéshozatai kérdéseiket, de hogyha megnézzük, akkor milyen csodálatosan magas számban mennek el előzetes döntéshozatai kérdések a bírósághoz. Mm. És akkor ott hozott egy számot, ami valóban a régióban egy nagyon magas szám, de önmagában semmit nem mond. Hiszen ebből ezek összeadódhatnak mondjuk az ÁFA törvénnyel kapcsolatos részlet szabályozásnak, az uniós ÁFA visszaigénylés, meg nem tudom milyen szabályainak való megfelelésből, tehát teljesen ilyen technikai, administratív normákból is, és ahogy látjuk, az igazán fontos és politikailag érzékeny ügyekben az előzetes döntéshozatali kérelmeket nagyon erősen kontroll alatt tartják, és Vasvári Csaba ügye nem az egyetlen, hanem itt van Szabó Gabriella ügye is, ami egy idei ügy, és amiről talán Balázs többet tud
Zárójeles megjegyzés, az, hogy Varga Judit a Facebookon kommunikál, hát az nekem az teljesen abszurd, de most tényleg. Tehát nincs valami szaklap. Így ezeknek az embereknek drrvá kezdődik a neve, ahol ott úgy meg tudnák ezeket beszélni. Szóval hát politikai pozíciót tölt be, tehát a politikusok meg Facebookon kommunikálnak. Ez így van most már? Szerintem igen. Nagy a baj. Miért nem mennek a TikTokra, azt legalább nem olvasom. Igen? Ezt se vagy köteles olvasni. Hát jó, de ez így szembe jön, tudod, ez borzasztó. Nem tudom miért egyébként mostanában annyira szembe jönnek, hogy egyesével kellett kigyomlálnom a Fidesz vezetőségét. Elnyomja őket a Facebook, ja, hát az nyilván, ez elnyomásnak a csinete. Szóval, hogy ez azért érdekes, amit az Erika mondott, hogy ez mondjuk így minőség és nem mennyiségi kérdés, mert van egy másik olyan ügy is, ami ennél azért egy kicsit erősebb következménye járt. Van egy másik bíró, Erika mondta, Szabó Gabriella, aki ha jól emlékszem, akkor a tranzitzónákkal kapcsolatos előzetes kérdéssel fordult a Unió bíróságához. Ő egy olyan szakaszában volt a bírói karrierjének, amikor még ugye a bírók úgy vannak, hogy 3 évig nem, nincsenek úgymond véglegesítve, hanem van mondjuk így, hogy 3 éves gyakorlati idő, és hogyha utána ott megfelelnek, akkor lesznek határozott mennyidőre kinevezve. És ő ebben a 3 éves szakaszában volt, és legalábbis nem indítottak vele semmilyen fajta eljárás mindaddig vele szemben, amíg ezt a kérdést nem tette fel. Aztán azt követően, hogy ez feltette, és mint tudjuk, hogy az Európai Uniós döntésének eredményeképpen a tranzitzónákat fel kellett számítani, valahogy hirtelen alkalmatlanná minősítették, vagy nyilvánították, és kitették a bírói rendszerből. Tehát ő most éppen nem bíró, most ennek a döntésnek a jogorvoslati szakaszában van az ügy. De hogy van két politikailag érzékeny kérdés, az egyik Vasvári Csaba ugye bírói függetlenség, másik menekült kérdés, tranzitzónák kérdése. Mind a két kérdésben az Európai Unió Bíróságához forduló bírónak lett valamilyen baja, az egyiknek a döntését törvénysértőnek minősítettek, fegyelmélyre esettek, a másik pedig alkalmatlanat, és most éppen nem bíró. De egy is nincs börtönben. Nincs, persze. Hát, na hát azért. Igen, ez a vicces, vagy hát inkább érdekes, mert ebben semmi vicces nincs valójában, hogy a kúria, amikor Vasvári Csaba ügyében kijött a főtanácsnok indítvány, mert az Európai Unió Bírósága előtt úgy zajlik az eljárás, hogy bemegy egy ilyen előzetes döntéshozatali kérdés, és azt egy ilyen főtanácsnok először megvizsgálja, és tesz egy javaslatot a bíróság felé, hogy hogyan kell ezt elbírálni, és ezek a javaslatok mindig nyilvánosak. És amikor kijött ez a főtanácsnok indítvány, akkor a kúria nagyon gyorsan, ez már Varga Zsé vezetése alatt történt, lereagálta ezt a főtanácsnok indítványt, és leszögezte, hogy noha a kúria megállapította, hogy ez törvénysértő ez a döntés, de hát ennek semmilyen következménye nincs. Ami hát egy egészen nonsens dolog. Ah. Tehát, hogyha a kúria megállapítja, hogy törvénysértő végzést hozott egy bíró, arról nem lehet utána azt mondani, hogy de hát ennek semmilyen jogkövetkezménye. Hát lehet, hisz ezt mondták. Tehát ezért mondom, ez egy abszurdisztánban tényleg mindent lehet. Tehát arra gondolok, hogy elméletileg tényleg nem lehetne mondani, de simán kijött a foguk kerítésen, tehát nem zavarta őket. Hát ez az álláspontot védi a szólásszabadság természetesen. Tehát, hogy bármit lehet mondani. Hát de határeset azért, tehát ilyen szinten azért, igen, tehát az annyira szerintem a szólásszabadság tágértelmezését, ezt általában nácikkal beszélgetve szoktam így fejemhez kapni, hogy de nem, arról mond, nem, erre nem vonatkozik, bocs. És akkor mindig az szomorúan néznek, de mindegy. Oké, tehát ez a két ügy van, és akkor tényleg most akkor még van egy, nagyon jó ránk, még van egy majdnem 4 óránk, akkor a nagy kérdések. Tehát ezek most mindent így mérlegelve, meg hogy hát a ti rálátások azért sokkal nagyobb, mint az enyém így a bírói függetlenségre. Tehát ebben az mostani szakaszában mit mondhatunk róla? Megint hibrid rezsimet kell emlegetnünk, hogy megússzuk a döntést, hogy független vagy nem független, vagy el lehet dönteni? Jó, oké, tehát az biztos, hogy olyan választ nem fogsz tőlünk kapni, legalábbis tőlem biztos nem, de Szemerigától sem, hogy A. független, B. nem független. Tehát ez nem egy ilyen 0-1. Tehát igen, építettünk koncentrációs táborokat, de üresek, tudod, igen, aha. Nem, szeretem a hasonlataidat, de nem. A hibrid rezsimről beszélek csak, igen. Igen. Az van, hogy szerintem, hogyha például engem kérdeztek erre 3-4-5 évvel ezelőtt, és ez visszakereshető szerintem, akármivel beszélve is, én alapvetően azt mondtam, hogy azért a bírói függetlenség az még mindig áll.
És mindig azzal érveltem, hogy hát nézzétek meg, mondjuk például, amikor Helsinki Bizottság képvisel ügyeket, akkor annak a túlnyomó többségét megnyeri, akkor is, amikor politikai érzékeny ügyek, politikailag érzékeny ügyekben jár el. Mondjuk a Helsinki Bizottság nem ritkán teszi ezt. Vagy én például a saját privát ügyvédi praxisomban sokszor képviselek olyan személyeket, akik egyébként politikai szereplők, és nem feltétlenül az aktuális hatalomnak kedves szereplők. Viszont annyira nyilvánvalóak a jogsértések, hát csak nagyjából ismerem, az, nem ismerem a Helsinki ügyeit, de ott tényleg arról van szó, hogy hát ott azért nem is tudom, tehát ott... De hogyha egy bírói szervezetnél egyszer nem független, akkor nyilvánvaló jogsértés sem fogja megállapítani. Jó? Hát tehát az nem, tehát mert amíg nem változtatják meg a jogszabályokat, azért a nem független bíróság is betartja azért alapvetően a törvényeket, lehet értelmezés, de ez nem értelmezési kérdések szoktak lenni általában, de oké, elfogadom. Ennél sokkal bonyolultabb nem, tehát és a tapasztalatom az, igen, hogy radikális romlás van. Oh. Tehát, hogy első fokon még nincsen, tehát, hogy ahol egyébként személyi szervezeti átalakítás igazából nem volt, mondjuk a fővárosi törvényszéknek az elnök az lehet, hogy egyébként tud nyomást gyakorolni, de alapvetően én itt nem látok változást. A másodfokon az ítélőtáblán az én ügyeimnek is ott már látok változást, és a kúrián pedig hát itt is említettünk pár ügyet, ahol azért, tehát az, hogy például nem, csak mondok egy példát, az, hogy nem lehet törvénysértőnek minősíteni egy előzetes döntéshozatali kérdést, azt hiszem nem értelmezik se kérdés, az nyilvánvaló, ehhez képest törvénysértőnek minősítették. Az, hogy nem lehet fegyelmi eljárást indítani egy bíróval szemben azért, mert egyébként meghoz egy eljárás felfüggesztő végzés felfüggesztő kérdés, az teljesen nyilván, ehhez képest volt fegyelmi eljárás. Tehát, hogy amit te mondtál az előbb, hogy ez nem történt meg, az tényszerűen ezekben az ügyekben megtörtént vele szemben. Tehát szerintem a tendencia az egyébként érdemben vagy radikálisan romlik. Én nincs arra még egyébként adatunk, és ezzel szeretnénk jövőre foglalkozni, hogy statisztikailag kimutatható-e. Egyébként milyen személyi mozgások vannak, milyen személyi szervezeti átalakítások vannak bírói tanácsokban, esetleg hány bíró ment el, hány bíró adta fel, hány bírót küldtek el, mondjuk ilyen módon. Ebben van-e valamilyen tendenciózusság? Erre még nem tudunk adattal, és tudom, hogy neked ez fájdalmas, és nem tetszik, de mindaddig, amíg nincs adatunk erre, addig mi egyébként nem mondunk. Én a saját személyes percepcióimat... Nem fájdalmas, nekem sokan már egész más dolgok fájnak. Oké. De szeretnél akkor valami egyértelmű választ kapni? Én az egyértelmű válaszom az, hogy 5 évvel ezelőtthöz képest szerintem érezhető az, hogy romlik a helyzet, és ez pontosan abban a struktúrában romlik, ahogy egyébként ez az előbb említettek szerint várható volt. Minél feljebb mész a bírósági szervezetrendszerben, annál kevésbé érzed azt, hogy itt egyébként kizárólag a jogszabályok alapján. Fordítva nehezebb lenne megoldani. Ez így van. Csak az a bajom ezekkel a dolgokkal, ami, ezt pontosan tudjuk, hogy néz ki ez a görbe, engem az zavar, hogy ez így van, ez a finom, talán alig kivehető romlás a dolgokban, de hogy tudjuk a végén egy ilyen exponenciális, és akkor egyszerűen összeomlik. És hogy itt ez a gond, hogy hát nagyon érdekesek a határidők. Tehát ugye van egy választás, mint határidő, van ugye ez az egészen furcsa kiszervezés, nem is tudom, azok maradnak az államnál a bíróságok? Mert azt ki lehetne adni alapítványnak. De nem, mert tényleg, most miért? Annak sokkal egyszerűbb lenne, nem? Én akkor, amikor bejött ez az egészen elképesztő sztorik, hogy megnéztem, nem lehet, ha most közhatalmi tevékenységet nem tudsz kiszervezni. Tehát miért nem? Lehet olyan jogszabályt írni. Hát a mostani jogszabályokat. Ja, persze, bármi lehet, nyilvánvalóan, de hogy a mostani jogszabályi környezetben nem lehet közhatalmi tevékenységet kiszervezni alapítványnak. Jó, azért ezt egy kicsit mégis meg tudták oldani, nem alapítványnál van, hanem van ez a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóság, ami hát nagyon közel hasonló. Jó, ne adjunk tippeket. Nincs ezt szükségük, megoldották máshogy, és még annyi jutott eszembe, hogy annyival egészíteném ki, hogy azokban a nagyon ritka esetekben, amikor akár a kúrián is megtörténik, vagy születik egy olyan döntés, ami valamiben is szembe megy a hatalmi elvárásoknak, akkor még mindig ott van ez a lehetőség, amit szintén néhány évvel ezelőtt találtak ki, hogy tovább lehet csatornázni az ügyet az Alkotmánybírósághoz. Tehát nem régiben első fokra az lenne legszerűbb. Nem régiben volt hír az, hogy a népszavazási kezdeményezések egyik kérdését
ami óvodások nem átalakítására vonatkozott, hogy kiskor vagy kiskorúak, azt végül is a kúria egyik tanácsa megsemmisítette. Hát mert annyira végig voltak, hogyha szemben... nem gondoltak arra, hogy mi van, ha győz az igen. Mert tudnék az alkotmánybe ütközni, és olyan kérdés nem lehet feltenni, ugye, mi az alkotmány vonatkozik. És azt most kicsatornáztak. Az alkotmánybíróság is semmi. De speciál szerintem nem ebből fakad. Tehát, hogy a népszavazásokkal kapcsolatban korábban is megvolt ez a... Minden esetre van egy ilyen túlbiztosítottság a rendszerben, hogy és ez nem ez régen azért az nem volt, hogy egy állami szerv is fordulhatott az alkotmánybírósághoz panasszal. Nem, igen, tehát hogy van tehát, egy hogy új... Tehát, az igen, egy új dolog, hogy az állami szervek, hogyha úgy érzik, hogy a saját alapvető jogaik, ami hát ugye kérdéses, hogy hogyan tud, mondjuk a tisztességes eljáráshoz való jog, azt nem tudom, mennyiben minősülhet egy állami szerv alapvető jogának, de hogy ez volt, ennek a mentén indult el ez a gondolkodás, hogy most már állami szervek is panasszal fordulhatnak az alkotmánybírósághoz, ami szintén ennek az egész jogintézmények a sarkaiból történő kiforgatását jelenti, és egy újabb túlbiztosítást azzal szemben, hogy esetleg egy szabad bírói döntést, vagy egy független bírói döntést hogyan fognak tudni felülírni. Mondjuk nekem mindig az volt a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy önmagában ez a nyomásgyakorlás, tehát ez, hogy látjuk folyamatosan, hogy mi történik, ez mind a bírók részéről, amiről beszéltünk, hogy egyfajta igazodás felé azért tolja őket, de mind az ügyfelek, tehát mind azok részéről, akik egyáltalán politikusok, akiket képviselni a Helsinki és a többi, már eleve azon a szinten megrekednek a dolgok, tehát ezért ez nagyon könnyen kialakul ez a dolog, hát nem, tehát akkor nem megyek szembe. Ja, abszolút. Legyenek tranzizónák, mit érdekel engem, mit nem, innen nem látszik. Olyat mondjuk nem fogsz feladni, tehát mondjuk, szerintem ne hasonlítsuk, és nem azért, mert okosabb lenne, nem azért, mert ügyesebb lenne, nem azért, nem tudom, mi lenne. Egy jogvédő szerkezetet, vagy szervezetet. Nagyon jó szó, jogvédő szerkezet. Ez is jó szó, használ mindenképpen. Fogom. Vannak még ilyenek, ja. Csak azt majd mikrofonon kívül mondok még, jó? Oké. Szóval, hogy nekünk, tehát egy jogvédő szervezetnek ez feladata, hogy ezt bevállalja, akkor is menjen, csinálja addig végig. Hát itt van az Alapjogokért Központ, mint egy jogvédő szervezet. Igen, ők is sok ügyben látnak egy képviseletet. De hogy egy ügyvéd, akinek egyébként az ügyfelévelnek kell tanácsot adni, hogy na most akkor ezt vigyük, vagy ne vigyük. És akkor azt látja, hogy milyen a tendencia, és akkor azt mondja, hát figyelj, az én munkám, nem tudom, 3 éven keresztül fog neked kerülni x millió forintba, ezt amikor egy Helsinki bizottság adja, akkor egyébként ugye a jogi képviselet ingyenes, nem kell kifizetni, tehát amikor az a kérdés, hogy x millió forintot fizesse egy ügyvédnek, hogy ezt végigpereljük, akkor ugye az, és egyre bizonytalanabb az, hogy egyébként tudsz nyerni, vagy nem, akkor azért felelősséggel lehet, hogy inkább azt mondod, hogy figyelj, ebben inkább nem menj bele, mert egyébként nem tudom neked megígérni sem. És ez a legrosszabb, mert ezt nehéz törvények szabályozni. Farkas Erika és Tóth Balázs a Helsinki bizottság részéről, meg én olvasom a kis tacepeókat, amik jönnek ám, és az van, hogy húzzunk el innen, úgyhogy mi más tehetnénk, mint hogy elhúzzunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük mi is. Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.